Szeretettel köszöntök minden hívőt, lapos és gömbölyűt egyben. A mai előadás címe az lesz, hogy milyen lenne az élet a lapos földön. Erről írtunk egy cikket a Dávid Gyulával, meg is jelent a Fizikai Szemlében. Ez le is lehet tölteni, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor egy kicsit fizikusabb megközelítésben lehet olvasni erről a témáról, de valójában, ami abban van, ahhoz még én ma szeretnék hozzátenni sok újat, ami közben jutott eszembe, amikor még ezt a cikket írt, azóta, amióta ezt a cikket írtuk, és ezt szeretném megosztani veletek, velünk. Úgyhogy, hát kezdjük. Én először arról szeretnék csak felvillantani néhány képet, hogy milyen az élet a Földön, jó? Ez azért bizonyára sokaknak ismerős, de hogy milyen az élet a Földön, de azért néhány ismétlést nem állt esetleg. Úgyhogy az egyik az ilyen, amit hát bizonyára sokan ismerik ezt a könyvet, illetve David Attenborough-t, úgyhogy az ő munkássága az meghatározó. De az élet a Földön az nagyon sokszínű, sokféle dolog történik az életünkben, táncolnak az emberek, például itt ez a Obamának egy afrikai együttes a malária elleni küzdelem tiszteletére hozták ezt, és ott táncoltak a rózsák kertjébe Washingtonba a Obama előtt. Ő pedig egy futó, tehát ugye itt futnak is az emberek a földön, ő Kipchoge, hát bizonyára sokan ismerik, világbajnok, maratonfutó, ez a berlini futásnál volt, és ott megdöntötte a 2 órás időt. Hihetetlen fickó. Aztán zene is van ugye a földön, és Európa himnuszává tették Beethovennek az 9. szimfóniájának 4. zárótételét. Ez is bizonyára sokan tudjuk. És hát van egy másik, a zene az... Nem számolok el, ami szebb és jobb, ami fölünk él. Lehet létezik ő, aki többen képes az embernél. Bizonyára ezt a dalt is, vagyis ezt a műzikát is sokan ismerik. És a mottóját, amit ide aláírtam, az valahogy illik ide ez a mai előadáshoz. Úgyhogy ezt megkérdezhetjük, hogy lehet számtalan hely, ami szebb és jobb, mint a mi földünk. Hát ez a kép azt mutatja, hogy azért ez így egész jó ez a kis hely, úgyhogy maradjunk itt. De azért sajnos az dolog nem ilyen egyszerű, sajnos vannak rosszabb helyek is, és ez itt van nálunk az Indahouse segítségével, akik nagyon sokat tesznek azért, hogy az itt élőknek az életkörülményei jobbak legyenek. És hát nem szabad elfelejteni, hogy ez is van. Sajnos, ezt a Washington Postból vettem. Szerintem... Na... És hát ez is. Úgyhogy ilyen is van. De hát én fizikus vagyok, és nem szeretnék ezekről a dolgokról beszélni. Inkább olyanról, ami a fizikához közelebb áll hozzám. Ezt azért is, mert azok a részek, azok sokkal jobban meg tudják mutatni az emberek. És akkor kezdjük azzal, hogy a Föld gömbölyű, Erasztotenész, a bizonyára ismeri, hallottak a névről, a szitáról, aki megalkotta azt, hogy hogy kell kiszitálni a prímszámokat Eratosztanész szitájával, de ő más miatt is híres, nem tudom ki tudja, ő az alexandriai könyvtárnak volt az igazgatóját, ma így mondjuk igazgatója, tehát a vezetője, hihetetlen tudással rendelkezett, és maga a könyvtár is hihetetlen volt, hihetetlen nagy anyag. És ő egy polihisztor a mai értelemben, nagyon sok mindenhez értett és foglalkozott, többek között csillagász volt, geológiával, matematikával, és így tovább. És hát
azt is sokan talán tudják, hogy megmérte a Föld átmérőjét, a Föld sugarát. Azt egy nagyon egyszerű módszerre csinálta, úgy, hogy itt van Alexandria, és itt van Szüjéné Maúz Asszuán. Ez kb. A térképen itt ezen a részen található Egyiptomban. És azt vette észre, hogy Szüjénében van egy kút, ami arra szolgált, hogy mérje a vízállást a Nílusnak. És amikor delelt a nap, akkor pont belesütött a kútba a fény, és teljes mértékben, tehát úgy pont egyenesbe belevágott, és akkor ezt így megjegyezte, és ezt az időpontot megnézte, egy év múlva elment Alexandriába, és megnézte, hogy akkor ott milyen a fénysugár, a napnak a sugara, abban az időpontban, amikor Szűnében volt, és egy bottal az árnyékból megmérte, hogy mekkora szögben tér el attól, hogy nem a sugárirányban van a Földre. És ezt a szöget mérve, meg tudva azt, hogy a D, ez a távolság Alexandria és Szüjéné között mekkora, ezt ugye egy Excel tábla, bocsánat, kőtáblában, akkor még az volt, jegyezték az emberek, mert gazdasági okok miatt, hogy mekkorák a távolságok, úgyhogy ő pontosan tudta, nem teljesen pontosan, de elég jól, és ezt a távolságot ismerve, itt egy egyszerű képettel kiszámolta a sugarat, és ami a legdöbbenetesebb, hogy 6269 kilométer jött ki, és ez a mai mérés szerint, hát hihetetlen jó, tehát ez azért, valljuk be őszintén, ez nagyon egyezik a mai eredménye, úgyhogy minden tiszteletünk az övé, hogy ezt így már megállapította. Persze ehhez azért természetesen tudni kellett, hogy ez a Föld, ez gömbölyű. Úgyhogy maradjunk ebben egyelőre, hogy mit lehet következtetni. A másik, amit Dávid Jussitól tanultam, hogyha a Balaton két végén, Keszthely és Aliga között kifeszítenénk egy kötelet, persze egyenesen, tehát nem hajlik be, akkor az a kérdés, hogy mennyire menne alatt a víz alatt, a Balaton vize alatt. Ugye ez a Föld felszíne, meg a víz felszíne, a Balaton felszíne, és itt van a kötél. És ha ezt kihúzzuk, mit gondoltok, mennyi lesz a mélység? Tehát mennyire megy be a kötél? Kinek van típje? 1 milliméter, 100 méter, 1 kilométer. Jó. 30 centi. Ennyi. Mindenki számoljon utána. Hát a maga Balaton nem ilyen mély, de minden esetre... Ez egy döbbenet, hogy egy ilyen kis skálán is már jelentkezik ez a távolság. De van egy másik, ami még kedvencem, hogy mi van akkor, hogyha egy méternél hosszabb kötéllel körbevesszük a Földet. Jó, akkor ott marad egy ilyen kis rés. Ugye itt ez az pici rés. És hát ugye a fizikusok azok nagyon szeretik a macskákat, főleg Schrödinger macskáját, úgyhogy most azt kérdezném, hogy vajon átfér-e a Schrödinger macskája? Azt tudjuk, hogy alagút effektussal simán átmegy, de most itt maradjunk a klasszikus fizikánál, vajon ebben az esetben átmegy? Kinek van típje? Tessék? 30 centinél alacsonyabb. Hát mondjuk lapos kúszást is beleengedünk. Hát, ha kiszámoljuk, nagyon egyszerű, egy métert el kell osztani két pivel, 16 centi. Hát, hogyha elég ügyes a macska, meg kicsi, akkor biztos, hogy át tud férni. Úgyhogy a gömb, mint geometria, az egy izgalmas dolog, és sok meglepetést tud hozni. Már csak a geometriája a gömbnek. És akkor még nem beszéltünk a gravitációról, amiről majd most fogok. De előtte, hogy a Föld gömbölyű, erről Timár Gábor kollégánk az ELTE-ről tartott 4 előadást is, amelyben azzal érvelt, hogy a Föld gömbölyű, és nagyon pontos méréseket végeztek ma a Föld alakját tekintve, és ezekről a kutatásokról volt előadás 4 alkalommal is. Mindenkinek ajánlom, aki esetleg
jobban érdekli, hogy most a Föld az gömbölyű. De ha nem, akkor inkább maradjunk a laposnál. Úgyhogy most azt szeretném folytatni, de előtte szeretnék arról beszélni, hogy mi is a gravitáció. Ugyanis a mai előadásom főleg erre fog kitérni, hogy a gravitációs tér egy lapos Földön milyen, de mielőtt erre rátérnék, szeretnék áttekinteni néhány fontos pontot, amelyeket majd föl fogok használni később a lapos Földnél. Úgyhogy ezért most egy pici áttekintést akarok adni a gömbölyű Föld gravitációs teréről, amit viszonylag jól ismerünk, és középiskolában is tanítjuk. Már mindjárt azzal kezdik az középiskolás oktatásban, Newton megalkotta a gravitációs törvényt, hogy két test, két tömeg hogy vonzza egymást. Ugye a tömegekkel arányos, az M1, M2-vel, te meg én, és a köztünk lévő távolsága fordítva arányos, és azért nem érezzük, hogy van vonzó erő köztünk, te meg én köztem, mert az az F, az a gravitációs állandó, az nagyon pici. 6x10 a 6,67 × 10⁻¹-en, tehát ez elenyészően kicsi, tehát nem kell attól félnünk, hogy egymást vonzuk, legalábbis gravitációs térben. De minden esetre van, és ugye itt sokszor szokták mutatni azt, hogy Newton ezt a almafa alatt álmodta meg, hogy miért esik le az alma, szóval ezt a sztorit bizonyára sokan ismerik, úgyhogy Newton az almafa alatt az egy fontos mozzanat volt a fizikában a gravitációs törvény megalkotásához. Ezzel lehetett megmagyarázni később a bolygók mozgását. Most mi van akkor, hogyha ez a test, ez kiterjedt? Tehát ugye az előző képlet, az egy olyan képlet volt, hogy két pontszerű tömeg hogy vonzza egymást. Ezt mutatta ez a törvény, hogy a távolsága négyzetesen fordítva arányos. De hogyha kiterjedt a tömeg, mint a Földünk, képzeljük el, hogy egy ilyen egyenletes sűrűségű, homogén, úgy hívjuk, homogén földgömb van, akkor a gravitációs gyorsulás, a G, amit mi olyan jól ismerünk, G-t, az itt sugárirányba mutat, így befelé, gömbszimmetrikus, minden irányba, sugárirányba megy, és a távolsággal négyzetesen fordítva arányos. Jó, ez a képlet most itt van, de nem a képlet a lényeges, hanem az a kép, ami itt mögötte van, hogy ez a gravitációs erő, a G, ami minket így húz le, az sugárirányba megy a gömbön. Jó, jó, de hát, hogyha megnézem, itt arrébb megyek 10 métert, akkor a G az ugyanolyan irányú lesz, vagyis olyan lesz, mint itt, párhuzamos, olyan, mintha egy ilyen lapos Földön lennénk, és ott ugye a G az konstans, tehát állandó. És valóban kis skálán ez a lényeges, hogy ugye a Föld mérete az ilyen 6300 kilométeres sugarú. Nyilvánvalóan ott, ha 20 métert arrébb megyek, akkor ez a sugárirányú G, ez alig változik, és gyakorlatilag egy homogén mágneses, mágneses teret azt szeretem, tehát gravitációs tér G lesz, és ez a G, ez gyakorlatilag állandó, és hát ugye azt is tudjuk, hogy a középiskolában ezzel gyötrik a diákokat, hogy ha elhajítjuk a testet, akkor egy ilyen térben, egy ilyen állandó gravitációs térben hogy mozog a test, ferdehajítás és egyebek, bizonyára ez ismerős az itt ülőknek. Na most a fizikusok szeretik bevezetni a potenciát. A potenciál azért szeretik, mert ez egy skalár, az egy olyan mennyiség, ami nincs iránya, egy szám. Míg a G, a gravitációs gyorsulás, az egy vektor. És hát úgy lehet ezt a kettő között kapcsolatot teremteni, hogy megnézzük, hogy mennyit változik a potenciál, ez a delta V-nek nevezett potenciál, delta V, úgyhogy picit arrébb megyek, jó? És ez az arrébb megyek, ezt a hányados kiszámolva, ez az erő. Ez az, ami a G. Ez ilyen elegáns matekkal, ilyen deriváláshoz vezet, de most ebben nem menjünk bele. A mínusz meg azért van, mert kényelmi okok miatt. Pontosabban
Ha a Földnek megnézzük a gravitációs potenciáját, az ilyen lesz kint a Földön kívül, egy ilyen fordított parabola, és azért van a mínusz, mert így egy kicsit az a képzet is van, hogy a potenciál így mint egy behúzza a testet, és így beesik, jó? Tehát ez a kép van mögötte, de persze nem erről van szó, hanem az erő húzza be, de olyan jó ránézni, hogy a potenciál így bevonza, beesik ebbe a gödörbe a test, hogyha innen elindul, akkor így legurul itt ezen a potenciál völgyön, és akkor fölmerül a kérdés, hogy mi lesz bent. Hát fizikus ilyenkor mit csinál? Hát azt mondja, hogy extrapolál. Extrapolál, vagy tovább viszi ezt a görbét, és akkor kap egy ilyet, ez a kék görbe. Ezzel egy baj van, hogy hát ott az origóban, a közepén, ott sajnos ez elszáll, végtelen nagy lesz a potenciál, és azért ezt nem szeretjük. Tehát a szingularitások, a végtelen, a fizikában az mindig nagyon kerülendő, nem nagyon szeretjük. És hát valóban, hogy feloldjuk ezt a kérdést, hát figyelembe kell venni bent a gravitációs teret, föl kell osztani sok elemi pici kis részekre a Földet, és azoknak a hatását nézni egy adott pontban, és hogyha ezt a gondos számolást végigvisszük, akkor egy ilyen parabola lesz a vége itt, lezáródik egy parabolával. Tehát egy hiperbola csatlakozik, vagy fordítva a hiperbolához csatlakozik a parabola. Ami egy rendes kis jópofa parabola, és akkor ebben, ha elképzeljük, ahogy a test belemegy, akkor ott, ha van neki valami sebessége, akkor ez itten oda-vissza leng. És valóban, ha most háromdimenzióban is meg lehet ezt csinálni, úgy kell elképzelni, hogy ezt az egész képet, amit itt látunk, ezt így megforgatjuk a függőleges tengely körül, mert ugye ez a szimmetria benne van ebben a rendszerben, és akkor ilyen lapos csészehajakat kapunk, ez lesz a gravitációs potenciál, és ebbe fog beleesni a test. Hát ugye ilyeneket szoktak rajzolni a általános relativitás elméletben, de itt most erről nincs szó, és nem semmi közel hozzá, de ez a kép ez nagyon hasonló. És ha már ilyen, akkor bent izgalmas, érdekes dolog történik. Képzeljük el, hogy kifúrjuk a Földet, nagy ügyesen, hát ezt ne kérdezzük, hogy hogyan, de ha kifúrnánk, akkor így átmenne, innen elindítanánk az autót, jó, akkor ez így egyre gyorsabb sebességgel ide érkezne és vissza. Ugyanis ebben a kis völgyben oda-vissza menne, mozogna. Tehát egy ilyen rezgő mozgást végez, harmonikus ráadásul, tehát egy tökéletes rezgő mozgást végez, még a periódus időt is meg lehet mondani, néhány középiskolás tankönyvbe vagy kérdésbe szerepel, hogy 84 perc, és egyébként kb. Ugyanennyi idő alatt ment körbe az első űrhajós, Gagarin, a Föld körül. Ha kiszámoljuk, egy picit több volt 108 perc, de az egyéb technikai okok miatt, pályára állítás és egyebek, de lényegében 84 perc alatt körbe lehet menni a Földön, illetve át lehet alagutazni ezen ha átfúrjuk a Földet. És az az érdekes, hogy ha nem pont átmérőben fúrjuk át, hanem csak úgy oldalról, így, akkor a fiákkerrel itt simán át lehet menni, és ugyanannyi idő alatt. Tehát a rezgés ugyanannyi lesz. Ez egy érdekes dolog, ez mind annak a következménye, hogy a potenciál bent egy parabolikus, kint meddig ilyen hiperbolikus. Ez maga a Földnek a gravitációs tere. Na jó, most jön a lapos Föld. Hát ilyen a mi naprendszerünk, ugye, bizonyára sokan látták már, ezt ott van valahol itt a Földünk. Furcsa, hogy egy kicsit zavaró, hogy az összes többi gömbölyű, de hát jó, mindegy, hát ez a miénk az különleges, nem? Tehát ez nem is kérdés. Tehát valami ilyesmi, jó, mindez a téglatest. Mi most egy kicsit egyszerűsítjük a dolgokat, de majd ezzel fogok foglalkozni most. Tehát most részletesen rátérnék, hogy milyen a gravitációs tér egy téglalapnak, egy téglatestnek, amit majd használunk a lapos föld elméletben.
Hát ez a téglatestnek a gravitációs terét úgy lehet kiszámolni, hogy fölbontjuk sok pici kis kockára, itt van egy pici kocka, és ebben a pontban szeretnénk tudni, hogy mennyi a hatása. Ehhez nem kell más tenni, mint elővenni a Newton gravitációs törvényét és a potenciált. Ez lesz a tömege ennek a kis kék kockának, és ha azt leosztom az itt lévő távolsága, ami a megfigyelési pont és a kocka helyén közötti távolság, akkor ezt az összeget kell elvégezni sok kicsi kockára, és megkapjuk a végeredményt, hogy mennyi a potenciál ebben a pontban. Ezt matematikában úgy hívjuk, hogy integrálás. Nem szeretnék belemenni, mert nem lényeges. Aki tudja, az kiintegrálja. Én annak idején nem tudtam először, de aztán sikerült. Nem egy triviális számolás. Annyira nem triviális, hogy most megmutatom az eredményt. És nem ijesztésképpen, jó? Hát ebben vannak ilyen furcsa jószágok, mint az arcus tangens, meg a logaritmus, mindegyik a barátunk, hát ezekkel kell kiszámolni a teret, a gravitációs potenciál, és ha az már megvan, akkor abból az erőt egyszerűen egy deriválással meg lehet oldani, tehát a potenciálra hajtunk, mert az már megmondja azt, hogy milyen mozgásokat várunk. Itt a kis R az a távolság a háromdimenziós térben. Ha most ezt még részletesebben kifejtjük ezt a képletet, akkor hogy tényleg ne álljatok föl, már most mondom, nem kell megijedni, de ilyen lesz a képlet. Jó? Ez 48 tag. Egy kicsit gondolkodtam, hogy befér-e ide a képernyőbe. Hát igen. De az az érdekes, és ezt akarom hangsúlyozni, hogy ez a képlet, ezt beprogramoztam, és pillanatok alatt tudja számolni a mai gép. Ez a kis gép, ami itt van előttem, ez is tudja számolni. Minden ábrám, amit majd most fogok mutatni, az ezen képletekből jön. Jó? Tehát ez egy exakt, pontos képlet, analitikus, úgy is szoktuk mondani. Két dolgot ismerünk, ami így van. Pontosabban én korábban csak egyet tudtam, az a gömb alakú potenciál, tehát a föld gömb, a gömb alakú testnek a potenciája, amit már az előbb láttunk. Ezt ismertük, meg ismerjük, és én is, de ezt nem ismertem, és ezt akkor kezdtem el megismerni, amikor az ötvös munkásságával kezdtem foglalkozni, hogy miért és miközben az ötvöshöz, erre majd a végén visszatérek. Mindenesetre a mai számítógépes kapacitással ez megy. Ötvös korában ez nem annyira volt triviális, nem volt egyértelmű, de ez a képlet abban az időben született. Akkor vezették le a kutatók. És akkor nézzük meg, hogy ebből a képletből mi jön ki. Jó? Tehát mostantól arról fogok beszélni, hogy milyen a potenciál, a gravitációs, meg az erő egy lapos földön, és egyszerűség kedvéért négyzet alakú legyen, és legyen neki egy H vastagsága. Ez lényegében nem változtat azon a képen, amit majd itt bemutatok, de így egy picit egyszerűbb volt a képlet. És most ezen a sárga, amit középen metzi ezt a téglatestet, ott fölvettem X irányba, hogy hogy változik a potenciál. És hogyha megnézzük, egyrészt a középponttól az élközépig és középponttól a sarokig, és hát látható, hogy nagyon-nagyon hasonlít ahhoz, amit az előbb mutattam a földgömbnél. Hogy van neki egy ilyen, hát nem hiperbola, mert ez messze nem az, és ez sem parabola, de itt az alján minden ilyen görbét, mivel ilyen parabola-szerű, ezt lehet is közelíteni parabolával, és erre majd még visszatérek. Minden esetre egy picit az a kép alakul ki itt, ez alapján, hogy nagyon hasonló a mozgás, vagy nagyon hasonló mozgás lehet, mint a mi földünkön, vagy hát azon a földön, amit gömbölyűnek gondolunk. Jó? Most ezt a részt nem akarom hangsúlyozni. Itt van három dimenzióban, a zöld felület minden egyes pontján függőlegesen ez a görbe mutatja meg a potenciált. Tehát ez egy töltsér, ez egy potenciál,
Ezt minden, a zöld felületen, minden egyes pontjában egy ilyen értéket kell hozzárendelni a potenciához, és hogyha itt látjuk most már, hogy a golyó, ami egy test, az így bezúg ebbe a tölcsérbe, középre, és ezt fogjuk elemezni most, jó? Itt a vetületét látjuk ennek, itt van a négyzet, a felülete, tehát a lapos föld, és így körbe ezek a konstans, állandó energiájú felül vonalak. Ezekre mindjárt visszatérek. Ez a görbe, vagy ez az ábra, ez ugyanaz, mint az előző, hogy a zöld felületen megyek, és meghatározom, hogy milyen irányú a kék vonalak mondják meg azt, hogy milyen a G, tehát a gravitációs gyorsulás. Nyilván ennek van egy függő, a Z irányú komponense is. Most azt nem ábrázoltuk, most ebben az ábrában csak a XY komponenst ábrázoljuk, de látható, hogy úgy húzza be a testet. Az erő az befelé mutat minden egyes pontban, és merőleges erre a piros vonalakra, amit elegánsan úgy hívunk, hogy ekvipotenciális felületek, ekvi, azonos felületek, azonos energiai felületek, de ha valaki nem ilyen jártas ebben a témában, akkor elég, ha arra gondol, hogy térképet mindenki látott, és térképen ezek a szintvonalak, hogy hogyan változik a konstans magasság a térképen, és nyilván, ahol nagyon sűrű, ott nagyon gyorsan emelkedik a potenciál, és ott akkor egyre meredekebb lesz. Ha nagyon messzire megyek ettől a zöldtől, jó, itt kifelé, valahogy kimegyek az űrbe, akkor ezek a vonalak, itt van a lapos föld, és azon túl itt ezek láthatóan ilyen kör alakúak. Ha elég messze megyek, akkor minden ilyen test, legyen az lapos, legyen az poliéder és egyebek, gyakorlatilag egy pontszerű gömb alakú, tehát a gömbnek megfelelő potenciált adja, gömbszimmetrikus lesz a potenciál, de ehhez elég messzire kell menni. Viszont ha mi itt a földön, a lapos földön akarunk élni, akkor ezen a részen kell keresgélni, hogy milyen a potenciál, milyen erőviszonyok vannak. Úgyhogy ezek a görbék, abból a 48 képletből áll, tagból álló képlettel számoltam, és akkor még menjünk tovább, nézzük meg oldalról is, meg ki, meg fölülről ezt a zöld felületet, és itt, ha erősen nézzük, akkor azt látjuk, hogy itt folytonosan megy át a gravitációs erő, tehát az erővonalak, és persze ezek a kék vonalak mind merőlegesek a piros állandó felülete, állandó energiájú felületekre, az ekvipotenciális felületekre. Ez azt mutatja, hogy itt folytonosan megy át, oldalról is megnézhetjük, és ott is így folytonosan megy be az erővonal, és ez egy messze más, mint amilyet tanultunk az iskolában, az elektrostatikus térről, ahol így bemegy, és akkor itt hopp, megtörik, aztán jön ki. Ez azért van, mert az elektrostatikában, az elektromosság tanban vannak felületi töltések, amik ráülnek erre a felületre, és ezek befolyásolják az erővonalakat, és ott nem igaz ez a fizika. De egyéb tekintetben nagyon hasonló a két jelenség. De ebben most részletesen nem mennék bele, csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy itt folytonosan mennek át az erővonalak. Ha már van ekvipotenciális felületünk, tehát még egyszer azok az azonos potenciálú, azonos energiájú felületek, itt ezek a pirosak. És most oldalról mutatom ezt a lapos földet, és lehet látni, hogy itten ilyen görbér, így van. Most mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha víz van, akkor a víz nem folyik el, mert ha a szomszéd, tehát egy kicsit arrébb megyek, a potenciál ugyanannyi, tehát nincs olyan erő, ami hajtja ezt a vizet, tehát marad ott, ahol van, és szép nyugalomba lesz. Ez azt mutatja, hogy a víz felszíne az pontosan egy ekvipotenciális felület. Hogy melyik, az azon múlik, hogy milyen méretű az óceán. Egyik ortvai feladat volt, hogy számoljuk ki, hogy milyen mély ez az óceán, tehát ez a távolság itt, ahol a legmélyebb.
ha pont fél úton van itt az óceán, tehát pont olyan méretű, hogy fele akkora, mint a már így vízszintes kiterjedésben, mint a laposföld oldala. És hát megdöbbentő módon 356 kilométer jött ki, úgyhogy ez ijesztően nagy, és hát oda tettem Titanicot is, úgyhogy itt aztán már végképp nehéz lenne előhalászni a Titanicot, hogyha egy ilyen lapos földön keresnénk. És valami olyan analógia van, hogy olyan, mintha a zsíros papírra egy ilyen vízcseppet tennénk, vagy csöppentenénk, és akkor így kidudorodik. A különbség csak annyi, hogy itt a felületi feszültség okozza ezt a kidudorodást a vízcseppnél, míg itt a lapos földnél a gravitációs tér hozza ezt az eredményt. Na és akkor nézzük már egy kicsit meg közelebb a közepét ennek a lapos földnek. Ugye itt láttuk, hogy itt ilyen tölcsér alakú, ez a piros görbe, ez a parabola. És nagyon jól látszik, hogy a két görbe nagyon egyezik, tehát a szaggatott vonal az exakt számolás, a 48 tagból álló képletből jött, és a közelében, az alján, itt a tölcsér alján, itt ez egy gyakorlatilag egy parabola. És ha egy ilyen potenciálban elkezdünk mozogni, egy test elkezd mozogni, akkor egyszerű belátni, így közép-egyetemi oktatásban szerepel, hogyha jó kezdőfeltételt adunk, akkor ilyen körpályán vagy ellipszis pályán fog keringeni a részecske. Ezt ki lehet számolni, ez egyértelmű, és ez annak a következménye, hogy a potenciál parabolikus. Vagy olyan, mint az alagútba ásása a Földön. Ami még érdekes, hogy ez az idő független attól, hogy milyen távol vagyok, természetesen egész addig, amíg ez a parabolikus közelítés igaz, utána már nem igaz az, hogy az idő az állandó, a keringési idő, de gyakorlatilag ott a közelében az történik, hogy ott vagyok a lapos földön, megindulok a korcsolyámmal, hogyha jeges, és gyönyörűen szépen fogok körbe járni, korcsolyázni, és hát ki is számoltuk, hogyha van egy lapos föld, mondjuk modellezzük, hogy 10.000 kilométer az oldala, hát ez most próbáltunk egy ilyen méretarányos, tehát nagyjából a földdel azonos méreteket, a magasság az legyen 2.000 kilométer, a sűrűség az ugyanannyi, mint a földé, és akkor ez a vízszintes vonzóerő itt befelé így viszi a tölcsérbe a testet, és középpont felé húzza, és a korcsolyázó az kb. 167 perc alatt kering körbe, és hát emlékezzünk vissza, korábban Gagarinról mondtuk, hogy 90 perc volt a körbejárás. Bizonyára mindenki ismeri az úriembert, ugye sajnos már nem itt van. Sajnos ezt az első helyezést elvették tőle, mert úgy gondolták, hogy nem volt szabályos bizonyos pontokon. Tehát itt ezen a lapos földön is lehet korcsolyázni és szépen körbe menni. Persze itt más a helyzet, pontosan azért lehet itt korcsolyázni, mert a gravitációs tér nem változik nagyon, úgyhogy nem azzal érjük el a korcsolyázást. Na most nézzük meg, ha már lehet korcsolyázni, akkor bizonyára lehet síelni is. Hát síeljünk, mondjuk itt az élén, ennek a lapos földnek, itt a lapos föld, és itt tekerünk egy síjjel, akkor gyakorlatilag ebbe a potenciál völgybe, itt ezen a szélen megyünk, és hát annak a vetülete az van itt ábrázolva, ezen a görbén, megint egy ilyen vájú alakú potenciálon van, tehát a síjelő itt lezúg a sarokról, elindul itt a mélybe, aztán visszajön, és itt végezi a pályáját. És ez a mostani ortvai versenyen volt egy feladat,
És az volt a kérdés, hogy mennyi dalt lehet átsíjelni a sarokból a sarokba, tehát a peremen, és hát 92 perc jött ki, hogyha ezeket az adatokat használjuk. Megint csak a 48 képlet, jó? Tehát az a irányadó. Hát a 90 perces Gagarin utazáshoz képest ez nagyságrendileg megegyezik, úgyhogy ennyi. Persze fölmerül a kérdés, hogy mi van akkor, ha mondjuk így a közepébe zúgok be, tehát innen a sarokba elindulok, és így beleesek ebbe a völgybe. Ez a potenciál látható itt. Itt most a felét látjuk, mert ugye csak az origóig megy, és így zúg le a síjelő. Ez is a B kérdés volt az ortvai versenyben, és hát tényleg nem, ez nem volt szándékos, de tényleg nem, hogy 42 perc lett. Aki tudja, hogy miért magic ez a 42 perc, az tudja, hogy Dávid Gyusziról van szó, az ő kedvenc száma, és tényleg ez jött ki, nem volt betervezve, de 42 perc. De az az igazság, hogy amikor én ezt kitűztem, akkor elszámoltam magam, és tegnap egy diák, aki részt vett, mint ortvai versenyző, Bonifert Balázs, ez rámutatott arra, hogy hát nem jó az a szám, amit én gondoltam, és egy gyökkettővel eltér, és végül tegnap tisztáztuk, hogy ez gyökkettőször, amit én gondoltam, így jött ki a 42 perc. Úgyhogy ezek ilyen magic dolgok, de hát ez van. Ha már síjeltünk, akkor most nézzük meg, eddig nem beszéltem arról, hogy a lapos földnek a zöld felületén, az XY síkba, tehát a föld mentén, arról beszéltem, hogy milyen az erővonala a sík mentén. Most azt nézzük meg, hogy függőlegesen mennyi. Mi is azt érezzük, ugye így a merőleges irányt, a felületre merőlegest. És nagyon érdekes, hogy ez az erő, ennek is a potenciálja, ez nagyon lassan változik. Ezek a szintvonalak, és hogyha nagyon ritkák, az azt jelenti, hogy nagyon lassan változik a potenciál. Itt kezd besűrűsödni itt a széleken, na erre majd mindjárt visszatérünk, de lényegében azt lehet mondani, hogy középen és egészen jó sokáig, ha középtől eltávolodunk, a G, a gravitációs gyorsulás, a Z irányú, tehát a függőleges gyorsulás, az nagyon nem változik a lapos földön, legalábbis ezekkel a paraméterekkel. De más paramétereknél is hasonló a kép. Ennek is van következménye, mert ha megnézzük oldalról most ezt az erővonal képet, akkor azt látjuk, hogy itt tényleg függőlegesen megy be, és alig változik, jó, aztán elkezd ferdülni, de itt aztán már nagyon. Ugye ezt jól lehet látni. És azt is látjuk, hogy szépen folytonosan megy át, ahogy ezt korábban is már megbeszéltük. Tehát lényegében itt középen nagyjából olyan a tér, a gravitációs gyorsulás, mint a mi földünkön, legalábbis az irányú, de oldalra is van erő, tehát nem úgy van, hogy csak függőlegesen. Itt lehet látni, hogy vannak ilyen oldalirányú komponensek. Viszont amikor a széléhez közeledek, akkor kiderül, hogy 32 fokra van a felszíntől az az erővonal. Jó? Ezt így kiszámoltuk ebből a 48 képettel. Ezt most úgy kell elképzelni, hogyha most én itt 32 fokkal így behajolnék erre a vízszintes talajra, és úgy közlekednék. Hát ez nem könnyű, és akkor erre rajzoltunk ezt a Móricz ábrát, hogy itt 32 fokra van az illető, és az olyan, mintha egy 58 fokos hegyen kéne fölmászni. Tehát azt kell elképzelnünk, hogy egy ilyen lapos földnek a szélén ott egészen más viszonyok vannak, ilyen meredek potenciálok, hegyek, és azokon kell fölküzdeni magunkat, és hát ott úgy érezhetjük magunkat, mint az kőszáli kecske, hogy futkározik a hegyen. Ők tudnak gyorsan, de nekünk ez nem lenne könnyű. Kiderül, hogy a sarkán meg még meredekebb, ott 67 fokos lesz. Ennek az a következménye, hogy a fák például ferdén állnak. Ez sikerült a netről leszednem ezt a képet. És
Hát ez itt van a Földön, de itt valószínűleg nem a gravitációs tér miatt jel fel, de a ferdék a fák, hanem egyéb okok miatt, de ilyen lapos Földön így ferdén állnának. És hát ugye, ha ez már így van, akkor az is gondoljuk végig, hogyha minden erő befelé húzza a testeket, akkor annak az a következménye, hogy maga a levegő is, ugye? Tehát azért ez azt jelenti, hogy a befelé a középre fog torlódni, koncentrálódni a légkör, a bolygó légköre, és bizony a szélén hát elég nehéz lesz közlekedni, olyannyira, hogy... De bizonyára sokan ismerik ezt az intrót, ez a Deltának a bevezetője volt, és hát valami ilyesmit kéne elképzelnünk, hogyha mi egy ilyen lapos földön vagyunk. Tehát nem folyik le a víz, azt hadd tisztázzam, mert mostanában olvastam ilyen gondolatokat bizonyos helyeken, hogy ott lefolyik a víz. Hát éppen ellenkezőleg befolyik a közepére, és ezt ebből a képből lehet tudni. Na most ezek után miért érdekes az, hogy én erről beszélek, azon túl, hogy ilyen meglepő képet kapunk a laposföldön az életről, a laposföldi életről. Hát azért is fontos, mert ugye folyamatosan nézik az égboltot és az űrt, és az aszteroidokat és poliéderekkel modellezik ezeket, és van egy ilyen nagyon jó honlap, ahol a alakjára ilyen modelleket dolgoztak ki, a kisbolygók, üstökösök, műholdak alakjára, és ennek egy ilyen krumpli alakú aszteroidnak vagy testnek a gravitációs tere is izgalmas és érdekes. Nyilvánvalóan ezt az előző téglatestes módszerre nehéz lenne számolni, de kidolgoztak egy olyan módszert, amelyik ilyen poliéder, tehát ilyen sok háromszögek, tehát tetraéderből álló egységekkel bontják föl a testet, sok kicsire, és akkor elég jó közelítéssel lehet megkapni egy krumpli alakú testnek a potenciáját. Én most erre kiválasztottam a kedvenceimet, az a platóni testek, vagy szabályos testek. Nem tudom, ki tudja, hogy Kepler, ugye, aki megalkotta a Kepler törvényeket, az először azt gondolta, hogy a bolygók, a hat bolygó, az úgy helyezkedik el, tehát a Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, hogy ilyen poliéderek, ilyen platoni testek választják el, mindegyik egy-egy gömbfelületen mozog, és közöttük pedig egy ilyen platoni test van, és ezek adják a távolságot az egymáshoz képest. És megdöbbentő módon elég jó volt egyébként a kép, mármint távolságokat illetően, de persze végül kiderült, hogy nem ez az igazság. És itt szeretném hangsúlyozni azt Keplerről, hogy Kepler ugye Tycho Brahe-től kapott nagyon sok csillagászati adatot, főleg a Marsról, és azokból az adatokból vezette le a Kepler törvényeket, nevezetesen azt, hogy a bolygók azok ellipszis pályán mozognak, a vezérsugár terület, tehát egységnyi idő alatt egyenlő területeket súrol, és a keringés idő és a fél nagy tengely közötti kapcsolatot is ő állapította meg. És most gondoljátok meg, ő abban hitt és abban gondolkodott, hogy ezek gömbök, tehát hogy körpályán mozognak a bolygók. És el kellett tőle szakadni, ettől a képtől, mert az adatok nem igazolták azokat ezt a képet. És addig gondolkodott, amíg kisütötte, hogy ezek ellipszis pályán mennek. Ez egy óriási bátorság. Ma tudjuk, nagyon sokszor a tudományban vannak olyan emberkék, akik úgy dolgoznak, hogy hát
nem jött ki az a kör, de majdnem kör, hát akkor legyen kör, és publikáljuk. És akkor aztán jön valaki, aki újra gondolja ezeket, és kiderül, hogy hát hazudás volt, tehát nem volt igaz az a dolog. Úgyhogy sajnos ilyen is van. Keplert én ezért tartom olyan nagynak, hogy volt bátorsága kimondani azt, hogy bizony nem kör alakba mennek a bolygók, hanem ellipszis pályán, ami az Istennek nem tetsző, de hát ez van, ha a tudomány ilyen, akkor ilyen. Úgyhogy tisztelet, minden tiszteletem az övé, és főleg azért is, mert most gondoljátok meg, hogy ilyen hatalmas adatmennyiségből, Excel táblája nem volt, ebből kellett neki kisütni az, hogy ez ellipszis pályán megy. Én nem is tudom, hogy hogy tudta ezt megcsinálni, de nem is szeretnék belemenni. De viszont ezeknek a platoni testeknek is kiszámoltam a gravitációs terét, mert kiderült, hogy ezeket a poliéderekből álló egységeknek is meg lehet adni a gravitációs terét, méghozzá analitikusan, tehát zárt képletekkel, és hát akkor elkezdtem játszani, beprogramoztam ezt is, és itt lehet látni, hogy itt ez a tetraédernek a közepéből, ha így ezen a síkon megyek, azt látható itt, és itt lehet látni, hogy itt torzul a közepén, ilyen háromszögszerű, aztán egyre kerekedik, és a végén ez a körbeírt sugár, ez a fekete itt, ennek a tetraédernek, és aztán ahogy megyek tovább, akkor már szép kör lesz, tehát messzire nézve a tetraédernek a tere, a potenciálja az gömbszimmetrikus, és hát olyan, mint a Földi. De analitikusan ki lehet számolni, hogy például mennyi a középen a potenciál, tehát mennyire zúg bele a töltsér, a potenciál töltsér, és mondjuk mennyi a sarkán a potenciál, ezeket ki lehet számolni ezekkel a mai módszerekkel. És akkor játszottam tovább, hát akkor nézzük meg az oktaédert, az is itt van, itt már ilyen négyzet alakú torzulások vannak, és azok kezdenek el kilapulni, szép kör alakúvá válni. Aztán megnéztem a tetraédernek egy lapját, ez van itt, tehát hogyha mondjuk a lapos föld helyett egy tetraéder földön laknánk, jó, miért ne? Ha már lehet lapos földön, akkor innentől felhívom a figyelmet mindenkinek, hogy lehet gondolkodni esetleg tetraéder földön. Tehát a tetraéderen, az egyik lapján élünk, akkor megint ilyen háromszögszerű lesz, de középen megint ilyen parabolikus a potenciál. Tehát belül, középen megint ugyanaz az élmény lesz, mint amilyen a korábban a téglatesnek a potenciáljánál, a lapos földünknél. És akkor most eljutottunk odáig, és most már nagyon hamar végzek, eljutottunk ötvös Lórándig, és miért is hoztam ide ötvös Lórándot? Hát részben azért, mert ebben az épületben vagyunk, és az ötvös Lórándról van elnevezve, ez az egyetem. Másrészt pedig 2019-ben volt halálának 100. évfordulója, és ez egy egész éves centenáriumi ünnepség sorozat volt az UNESCO-val közösen, és hát az ötvös munkássága felé, tehát ő tisztelgünk. Ötvös Lórándról bizonyára sokan tudják, hogy az ötvösféle torzós ingával vált híressé. Itt látható az ötvös inga. Ebben most nem kell megijedni, nem fogok részletesen belemenni. Ami lényeges, az, hogy ezzel a zingával a gravitációs gyorsulás helyi változását lehetett kimérni. És ez azért volt érdekes, mert ha a változást mérem, és tegyük föl, hogy valahol egy nagy olajmező van, akkor ezt a változást az olajmező miatt, mert annak a gravitációs tere hat a zingára, az ki lehet mutatni. Tehát innentől kezdve nem kell ásatásokat végezni, hanem megnézni, hogy milyen ez a ingával milyen lesz a gravitációs tér változása, és akkor ott kell ásni, ahol nagy a változás, mert valószínűleg ott van olaj. És ez egyébként óriási siker volt
Dél-Amerikába, meg Amerikába is adtak el, és nem tudom ki az, aki nézte ezt a Ewing sorozatot, nem tudom, van aki nézte? Tudját, jó, ilyen, ugye Ewing? Mi? Mi? Dallas. Hát, bocsánat, Dallas. Igen, és ott ugye az olaj volt a fő kérdés, és megnéztem az idő, amikor ez játszódik, tehát az az idő, amikor a történet van, az egyezik az ötfősféle inga történetével, tehát nincs kizárva, hogy ötfős ingáját megvették, és ezért ott tudtak mérni, és meggazdagodni utána. Tehát ötfős nem gazdagodott meg, de van akik igen, az ötfős ingával. A párizsi kiállításon vett részt, és itt díjat is nyert. Most miért hoztam ide ötvöst? Mert ez most látszólag semmi, de semmi köze az eddig elhangzottakhoz. Hát azért, mert ötvösnek volt egy kedvence, amiről a Dávid Jussz is már az előbb említést tett, az ötvös ólom téglái. Képzeljétek el, hogy van két téglatest, így, egymás mellett, úgy, hogy a méretük 30 cm x 30, tehát egy négyzet alapú, és a magassága 60 cm, és ólomból van. Kiszámoljuk a súlyát, akkor 650 kg, ne, bocsánat, 610 kg. Hát ez azért elég nehéz, ebből kettőt letett, és úgy, hogy egymás közötti távolság is megegyezett a téglates méretével, és közéje tett egy ingát, ami olyan inga, amiről majd hamarosan itt lesz szó, egy közönséges inga, aminek egy ilyen súlyzószerű valami lóg a kötélen, és ez így elfordul a kötél tengelye mentén, tehát rezgéseket végez, ugye vonza a két nagy test ezt a kis súlyzót, és lengéseket fog végezni. Mondjuk egyik állásban itt T1-et, egy másik állásban, amikor így van, akkor pedig T2-t. És ebből a két időpontból, mérésből ezt a két időt megmérte, és ebből kiagyalta a gravitációs állandót, tehát azt az F-et, ami olyan nagyon pici. Hogyan agyalta ki? Ez egy nagy kérdés. Tehát ott van az, hogy számolás, tényleg számolással mutatta meg, és 6,65 jött ki neki, és ő azt mondta, hogy ez neki még nem pontos, de igaziból a mai mérések is viszonylag jó eredményt adtak. Tehát már ő jó eredményt kapott, de ő nem volt ezzel nagyon elégedett, úgyhogy ezt a kísérleti sorozatot abba is hagyta később, de minden esetre szerencsénkre erről részletes cikket írt. Vizsgálatok a gravitáció és mágnesség köréből elsődleges jelentés, akkor még ilyen nagyon érdekesen fogalmazta. Egyébként, akinek van ideje és olvasgat ilyen ötvös kapcsolatos gondolatokat, akkor nagyon élvezni lehet azt, hogy milyen szépen beszéltek, és milyen érdekes volt az a nyelvezet. Le lehet tölteni ezt a cikket is. És azt mondtam, hogy számolás. És most jön az, hogy miért kapcsolódik ez a mai előadáshoz. Azért, mert tulajdonképpen itt két téglatest gravitációs teréről van szó. És az előbb már láttuk, 48 tagból áll egy, hát ha majd hozzáteszünk 48-ot a másikat, az már nem szoroz, tehát innentől kezdve ennek a elrendezésnek pontosan ki tudjuk számolni a gravitációs terét. És ha ez megvan, akkor abból ki tudjuk számolni a lengésidőket, a T1-et, T2-t, és abból pedig ki lehet következtetni ezt az F-et, ezt a gravitációs állandót. Tehát ez a gravitációs állandó mérés, ez különbözik attól, amit Cavendish annak idején mért. Úgyhogy ez ilyen szempontból egy kapcsolódás a mai laposföldes előadáshoz. Azt mutatja, hogy bizony tehát a látszólag az, hogy most lapos föld, meg ilyen kockák, meg téglatesteknek számolgatjuk a terét, ennek van bizony relevanciája a kutatás szempontjából. És az utolsó fóliával szeretném befejezni a mai előadást, amely ötvösnek két gondolatáról idézek. Az egyik az, hogy két dolgot soha nem értünk meg egészen,
a mindenséget és önmagunkat. Minden tudománynak elérhető tárgya e kettő között fekszik. A másik gondolata pedig, hogy csak az válik kitűnővé, ki magas célokat tűz ki, és igen sokat követel magától. Köszönöm szépen az előadást!